Hello, sziasztok, az én nem Martix55, és ebben a videóban találtam egy ilyen tört szervert a Quartzről. Majd a leírásban megtaláljátok a linket, hogyha ti szeretnétek ezzel játszani. De elsőnek megmutatnám, hogy a támadás az hogy van. Ez így van a Mester Rangernél. Ez egy másik klassz lesz, a Healer. Ez eléggé sok HP-t vissza tud tölteni. Mondtam, 2889-et. Ez pedig a Troll Spells. Na, akkor első képessége az ilyet tud. Ez úgy megrázza a másik ellenfelet is. A klassz, nekem csak ennyi klasszom van, de mutatok páncélokat is. Például ez ilyen. Ez ilyen. Várjunk, akkor nem itt mutatom be. Hanem inkább itt. Elnézést a lagért, csak nagyon sokan vannak itt. Na, ide felmegyünk. Amit, hogy ide be. Kicsit levesszük médiumra. Oké. Na, hát akkor innen folytatjuk. Van ez nekem. Ez tetszik, mert most élünk a sisakhoz. Ez volt a. Tehát ezzel a páncéllal kezdtem. Valint kinézettel, nem páncéllal. Hát ez is olyan jó, de nem ez a karthoz illő. Ezt direkt így csináltam meg, hogy a karddal jó színe legyen. Szerintem ez tökéletesen ez a karthoz, meg a sisakhoz. Ez is jó valamennyire. Hát ez meg. Ha megnézzük, akkor nem is rossz. Na, és ez az utolsó páncélom. Ez a Warlord. Vagy mi ez? Warlord. Bocsánat. Rakatot mutattam. Most ennyi is. Ez a trakatnak a sisakja. Ez a sajtamnak a Prometheusnak. Ez a előző nap kéknek. Ez pedig egy ilyen. Az annyira nem tetszik, inkább átváltam erre. Nem, de a páncél se tetszik annyira. Ezért inkább Prometheusba menjünk. Köppen csak ez van. Nem nagyon, nincs kedve nagyon köppenéket vásárolni, mert nagy része AC. De ahogy látjátok, ha valakinek szerencséje van, akkor 5000 AC-val kezdhet. Ritka az olyan, nekem sikerült. 5000 AC-val kezdtem a játékot. Ez a pet van. Ez nem ad semmilyen küldetést. De azért legalább forog. És ez a másik, az pedig itt van. Ez leveg. És akkor ennyi. Ha több helyre szeretnétek menni, akkor vannak. De nem minden, ahogy a eredeti Aquavert-ben megtalálható, mivel ez egy tört szerver. De itt van például a Bot Le Off. Ez is egy jó hely. Itt is vannak azért fegyverek, de most átmegyünk a Dark Forest-be. Necromancer. Ezt lehet, meg kéne szerezni. Jó néz ki. Necromancer. Ez túl sok idő lenne. Arra sokban mi van? Csak azért kérdezem magamtól, mert itt még nem jártam. Amúgy meg. Itt is meg lehet venni. Mindegy, akkor. Nyirold rakat. Még nem veszem meg. Még nem veszem meg. Köppenyek. Ez jó néz ki. Nem tudom, miért nem veszem meg, ha jól néz ki, de
Nem tudom. Hát, ezek a petek vannak. Van nagyobb boss is, azt majd csak a videó végén szeretném bemutatni. Na tehát, Join, Julgar, menjünk egy külön helyre lenne, hogy aggoljunk. Na, itt van Julgarnál egy quest. Öve Julgar's Hammer. 10-es szinten lehet elvállalni. Diamondot a per boxesbe lehet, már le van írva az a chatnél, keresni. A Obsidian rockot pedig a per Underworld kell oda join, és csak most nem volt kedvem oda inni, na oda írom. Így. És megmutatom, melyik boss kell leölni. Amint, hogy ezektől is lehet, amik itt feljöttek, skeletonok, vagy mik ezek, ilyen halott emberek voltak. Ezektől is lehet kapni, csak ezektől is kell van, és több HP-jük van. Egyiknek 12 000 van. Na de ezt kell leölni. Megpróbálom szólóba. Remélem sikerülni fog, mert eddig nem sikerült. Hát ahogy látom, hogy sikerülni fog. Semmi kétség. Ebben a 5-ös rangú képességben az a jó, hogy őt is sebzi, és nekem tölt vissza HP-t. Ezt azért szeretem, ezt a klasszt. Hát nem csak azért, mert HP-t tölt vissza, hanem erős is, gyorsan lő. Na meg az egyik képessége csak 5 mag. Szóval... Na, most csak Légió tokent kaptunk, de... Lehet tőle kapni Obsidian követ is. Csak... Picit ritka. Ja, nem. Menjünk a... Drakathoz. Ő a... Ó, inkább menjünk külön helyre. Itt van. Én mert így nem láttátok volna, de 30 000 HP-ja van, 5 000 goldot ad, meg 5 000 XP-t. Szólóban nem lenne meg, mert 600-at sebez, úgyhogy nem kritis. De nem kritit. Tehát alapképesség az a 600, csak ha kritizik, akkor akár 1200-at is üthet. Ez volt az a külön hely, amit beszerettem volna mutatni, de... Most így nem jutnak eszembe a helyek. Mert ennyi lett volna. Sziasztok!